Több a hamarosan induló nemzeti konzultációban a migráció témája és a kérdések között szerepel, közölte Hidvégi Balázs. A rezsicsökkentés és ezen belül a nagy családosok támogatására az elmúlt években bizonyította a kormány, vélekedett Kardosnyi Gyurko Katalin. Körülbelül 20 ezer palesztin hagyta el az észak-gázai a 162. hadosztály folyamatban lévő offenziába közepette, jelentette ki az izraeli védelmi Tószi Gábárd, aki korábban demokrata kongresszusi képviselő volt, a közelmúltban bejelentette, hogy csatlakozik Donald Trump pártjához. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják, Belföld híreink. A hamarosan induló nemzeti konzultációban a migráció témája is a kérdések között szerepel, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán közzétett videóüzenetében. Hídvégi Balázs a videóban azt mondta, a migráció azért fontos kérdés most ismét, mert az Európai Bíróság döntése szerint napi 1 millió euró büntetést kell fizetnie Magyarországnak azért, mert nem nyitja meg a határait a bevándorlók előtt. Brüsszelnek hazánk megbüntetése helyett el kéne végre fogadnia, hogy Magyarország nem akar részt venni a központi migrációs politikában, azaz a bevándorlók kötelező befogadásában és elosztásában, hangsúlyozta a politikus. Hozzátette, hogy Magyarország majdnem tíz éve képvisel határozott és változatlan álláspontot ebben az ügyben, miközben Brüsszelnek ez idő alatt sem sikerült megfelelően kezelnie a bevándorlási problémákat. A rezsicsökkentés és ezen belül a nagycsaládosok gázár támogatása az elmúlt években bizonyított. A rendszer kiszámíthatóvá és tervezhetővé tette a családok kiadásait, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri tanácsadója. Kardosnyi Gyurko Katalin egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a nagycsaládosok gázártámogatása nem automatikus, azt egyszer meg kell igényelni, és ezt követően azonban a támogatás folytatólagos addig, amíg a jogosultság feltételei fennállnak. Az igényléseket, amelyeknek nincs határidejük, a kormányhivatalokban vagy az ügyfélkapu lehet benyújtani. Hozzátette, hogy ha valaki a napokban adja be az igénylést, két hónapra visszamenőleg megkapja a támogatást. A Rimaszombati úti kollégium értékesítésének leállítását és új lakásépítési modellprogram bevezetését javasolja a Podmanicki Mozgalom frakciója a fővárosi közgyűlésnek. Vitézi Dávida frakció vezetője közösségi oldalán azt írta, Budapesten lakhatási válság van, ezt ma már a kormány és az ellenzék is kimondja. Hozzátette olyan előterjesztést nyújtottak be a fővárosi közgyűlés jövő heti üléséről, amely a Kelemföldi kollégium értékesítésének leállítását és egy új lakásépítési program bevezetését szolgálja. Mint írta, meg kell őrizni és lehetőség szerint lakás vagy kollégiumi férőhely céljára kell a jövőben hasznosítani a főváros tulajdonában álló azon ingatlanokat, ahol a telek vagy akár az épület erre alkalmas. Ezért is kezdeményezik a Keremföld melletti Rimaszombati úti kollégium épület értékesítésének leállítását. Külföldi híreink. Miután az ejtőernyős tartalékos dandár többször behívták és műveleteket hajtott végre a Judea és Szamária szektorban, manőverezett a övezetben és kivette a részét az északi védelmi műveletekben. A 646. dandár harcosai a 146. hadosztály parancsnoksága alatt most egy célzott szárazföldi hadműveletben vesznek részt Lédé-Libanonban. A csapatok megtisztítják a térséget a terroristáktól, akik elbarikádozták magukat ott, és terrorinfrastruktúrákat, fegyvereket, valamint lakóterek, lakótereket és gyülekezőhelyeket semmisítettek meg. A műveletek során az erők találtak egy föld alatti lakókomplexumot, amelyet az elitrad Van erő terroristáinak szántak a Galilea meghódítása terv a létesítményben emeletes ágyak, tárolószekrények, élelmiszerinfrasztruktúra, a hosszabb tartózkodáshoz rengeteg felszerelés és fegyver volt. Az elmúlt napokban az erők négy hadi anyagraktár találtak, amelyek egy része civilházakban volt. Számos eszköz találtak a raktárakban, többek között kalasnyikok, puskákat, lőszereket, rakétákat, aknavetőket, vállal indítható rakétákat, RPG-ket és fejlett rakétákat. Körülbelül 20 ezer palesztin hagyta el az észak-gázai a 162. hadosztály folyamatban lévő offenziáva közepette, lejelentette ki az izraeli védelmi erők a hét közepén. A csapatok 150 terroristát vettek őrizetbe, miközben lehetővé tették a civilek távozását a harci zónából. A Hamas ostromának megtörése Dzsebáliában abban nyilvánul meg, hogy tegnap reggel óta civilek tízezrei távoztak a területről, annak ellenére, hogy a Hamas igyekezett megakadályozni őket ebben. Áll a hadsereg közleményében. A katonasság és a palesztinokkal katonai összekötőket szolgáló kormányzati tevékenysége koordinátora a területeken kapcsolatban áll a nemzetközi közösséggel és a gázai egészségügyi hatóságokkal, hogy fenntartsák a kórházak sürgősségi rendszereinek folyamatos működését. Az északi parancsnokság és a manőverező hadosztályok folytatják célzott és jelentős műveleteiket Dél-Libanonban a Hezbollah terrorszervezet ellen jelentette hadsereg. Az elmúlt napok során a csapatok megöltek több tucat terroristát, míg a légierő csapás mért mi több mint 160 Hezbollah célpontra, egy részüket az északi parancsnokság irányításával. A célpontok között voltak rakétavetők, katonai épületek és katonai infrastruktúrák Libanon szerte. A 146. hadosztály lokalizálta a Hezbollah terroristáinak lakótereit, emellett több tucat Kalásnyikov típusú fegyvert, és váron indítható rakétát talált egy déli házban. A 91. hadosztály az elmúlt nap során megölt 20 terroristát, és rengeteg fegyvert talált, köztük rakétavetőket, aknavetőgránátokat, lőfegyvereket és fegyvereket. A 98. hadosztály erői fegyverraktárakat találtak, bennük több száz páncéltörő rakétával és aknavetőgránátokkal. A hadosztály irányításával drónnal likvidáltak számos terrorsejtet, a 36. hadosztály csapatai számos fegyverraktárat, rakétakilövőt és robbanóeszközt találtak és semmisítettek meg. Damaszkuszban és a nyugat-szíriai Homsz közelében található célpontok ellen intézett légicsapásokat az izraeli légierő a héten. A támadásnak halálos áldozata is van, közölte a Szíriai Védelmi Minisztérium. A csapások a főváros központi részét, illetve egy katonai létesítményt értek. Egy katona meghalt, hét megsebesült és komoly anyagi kár is keletkezett, tájékoztatott a tárca. A szíriai állami média szerint Damaszkuszban találatért egy lakóépületet is. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja nevű szervezet szerint a támadásnak a fővárosban is vannak áldozatai. Izrael elsősorban Iránhoz közel álló célpontokat támad Szíriában, és csapásai fokozottak tavaly október óta, miután a Hamász-Palestin szélsőséges szervezet terrortámadást hajtott végre Izraelben. A Romániában újabb kisméretű, azonosítatlan célpontok berepülése miatt riasztották a hét közepén a légierő vadászgépeit a Fekete-tenger partvidékén, közölte a Védelmi Minisztérium. Az első célpontot a Duna deltában, az ukrán határtérségében a Tulszean megyei Csillavecső települése közelében észlelték. A riasztás nyomán a katasztrófa védelem figyelmeztette a lakosságot a légterből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére. A katonai parancsnokság pedig a térségbe küldött két román F-16-os harci gépet a Borszea támaszpontról. A megyeszékhely túlszel felé közeledő célpont azonban a várostól 12 kilométernyire, 21 óra körül eltűnt a radarokról. Az F-16-osok még a levegőben voltak, amikor 20 perccel később újabb, a védelmi tárca szerint vélhetően az elsővel nem azonos célpontot észleltek a román radarok az ukrán határtól 50 kilométernyire, a fekete tenger partjától 15 kilométernyire, a szárazföld felett, amely a Kosztanca megyei Mihály település felé közeledett, majd irányt váltott és 20 perc múlva Juri Lápcától 9 kilométerre északnyugatra eltűnt a radarok képernyőjéről. Irak északi részében és Szíriában található terrorista célpontok ellen intézett támadást a török hadsereg az Ak Ankarában elkövetett merénylet után és 32 célpontot semmisített megközölte a török védelmi tárca. Szerdán a 200 török repülőgépgyártó vállalat székhelyénél követtek el merényletet, amelyben öten meghaltak és 22-en megsebesültek. A belügyminiszter közlése szerint nagyon valószínű, hogy a kurdisztáni munkáspárt állhat a terrortámadás mögött. A terrorszervezetként nyilván tartott Törökországban és Irakban tevékenykedő PKK 1940, 1984 óta fegyveres felkelés folytat, a kurd kisebbség függetlenségéért. A Védelmi Tárca közlése szerint a választcsapásokban számos terroristet semlegesítettek, de pontos számot nem közöltek. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a török hadsereg a jogos önvédelem jegyében cselekedett, és mindent megtett annak érdekében, hogy polgári életekben és létesítményekben, illetve kulturális és természeti értékekben ne keletkezzen kár. A belarusz elnök Kazányban adott interjút a Rossziai Televíziónak. Az államfő leszögezte Oroszország a legveszélyesebb fegyvereket szerezheti be a raktárakból, ha a NATO katonákat küldene az orosz ukrán háborúba. Az államfő szerint a probléma az, hogy a nyugat már nem állíthatja le a fegyverszállításokat az orosz ukrán háborúba. Ebben az esetben ugyanis a hitelességét veszíteni el. Emlékezetes Vladimir Putyin orosz elnök az elmúlt hónapokban többször kijelentette, hogy amennyiben a nyugat katonákat küld Ukrajnába, vagy az ukrán hadsereg nyugati fegyverekkel veszi célba az oroszországi területeket, úgy hamar kirobbanhat a harmadik világháború. Putyin a nyilatkozataiban arra is kitért, hogy ilyen esetben a nukleáris fegyvereket is bevethetik, így egy atomháborúba sodródna a világ. Tószi Gabbard, aki korábban demokrata kongresszusi képviselő volt, a közelmúltban bejelentette, hogy csatlakozik Donald Trump pártjához. Ezt az elhatározását Donald Trump volt elnök kampány eseményeinek idején, észak tette közzé, hangsúlyozva, hogy döntésének hátterében az Egyesült Államok iránti szeretete, valamint Trump kampányá. Gabbard Beig megjegyezte, hogy Trump irányítása alatt a republikánus párt visszatért a néppártja szerepéhez, amely a biztonságos határokat és közösségeket, valamint a békét szorgalmazza. Azért támogatom Trump elnököt, mert visszahozta a republikánus pártot a nép és a béke pártjává, mondta Gabbard a gyűlésen. Gábert szerint Trump mellett szavazni azt jelenti, hogy kifejezik szeretetüket az ország iránt, és tiszteletüket a jogok és szabadságok iránt, amelyeket az alkotmány szavatol. Emellett a béke és biztonság is alapvető szempontja ennek a döntésnek. Bővebb információt a brajerpress.com vagy a heti tv.com oldalon olvashatnak, most pedig pár mondat az időjárásról. Ma mindenütt napos időre számíthatunk, este nyugodt csillagfényes lesz az égbolt, a hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok körül alakul. Én megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, visszatlátásra!